Szemétáj. A Magyar Hang kulturális műsora Ficsor Benedekkel és Fekerle Szabolccsal. Üdvözlöm Önöket, ez a Kultúrtáj, a Magyar Hang kulturális és kulturpolitikai podcastja. Ficsor Benedek vagyok, mai vendégeim pedig Bodoki Tamás, az Átlátszó főszerkesztője, és Martin József, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója. Üdvözlök benneteket, és köszönöm, hogy elfogadtatok a meghívást. A beszélgetés apropója pedig a Szuverenitásvédelmi Hivatal legfrissebb, vagy talán mondjuk első látványos akciója, ugye benneteket, a Transparency-t és az Átlátszót talált meg a Lánci Tamás vezette szervezet. Amikor tavaly novemberben elfogadták a szuverenitásvédelmi törvényt, és ennek nyomán ugye létrejött ez a hivatal, akkor többen is, köztük Gulyás Gergely is sietett hangsúlyozni, hogy ez nem a sajtó megregulázására vagy megfenyítésére jött létre, a sajtót nem fogja érinteni. Igazából a Magyarország szuverenitásának védelme és a külföldről érkező finanszírozások, főleg pártfinanszírozások felderítése a célja ennek a szervezetnek. Hát fél év után, ahogy azt a NER elmúlt 15 éve megszokhattuk, írt, hogy de, mégiscsak erről van szó. De mielőtt még erre rátérnénk, kezdjük azzal a hát talán kicsit banális kérdés, hogy ez meglepette benneteket, hogy pont a Transparency-t és pont az Átlátszót találta meg először ez a Lánci Tamás vezette vasököl. Hát, ugye azt lehetett sejteni, hogy ha már van egy ilyen törvény, és ha már létrejött egy ilyen hivatal, akkor valakit meg fognak találni ezekkel a vizsgálatokkal, vagy álvizsgálatokkal. Az, hogy pont minket, azt nyilván nem lehetett tudni, hogy éppen ki lesz az első, de hát számítottunk arra, hogy egy-két szervezet akkor célkeresztbe kerül. Az, hogy pont minket találtak meg, az nagyon könnyen lehető összefüggésben van azzal, hogy ugye ez a két szervezet nyíltan a korrupció ellen küzd, és Magyarországon a korrupció az sajnos az állam által vezérelt, fölülről vezérelt, és intézményesített, és rendszerszerű. Tehát azt gondolom, hogy ilyen értelemben mi hát egyfajta szálka vagyunk a kormány szemében. Uh-huh. Minket kevésbé lep meg, mert gyakorlatilag már két éve a Civil Összefogás Fórum felvezette ezt a kampányt. Két év alatt három sajtótájékoztatót tartottak kifejezetten az Átlátszó külföldi finanszírozásáról. Tavaly felszólították a titkosszolgálatot, hogy szerintük az Átlátszó nemzetbiztonsági kockázatot jelent, és ezért ki kéne vizsgálni. Idén ugyanígy a szuverenitásvédelmi hatósághoz fordultak az összes ilyen sajtótájékoztatót, a kormánymédia terítette, a Nemzeti Hírügynökség, az MTI hozta, a közmédia hozta, tehát mi már egy hosszabb ideje úgy érezzük, hogy célkeresztbe kerültünk, csak korábban ezt ugye ilyen kormánypárti álcivil szervezetek, illetve a kormánymédia végezte ezt a diszkreditáló lejárató kampányokat a független média ellen, most pedig már szintet léptünk, és egy állami hivatal csinálja ugyanezt. Azt mind a ketten, vagy mind a két, illetve a lap is, és a Transparency is nyilvánosságra hozta a megkeresést. Ugye nektek 11, nektek 62 kérdést küldött a hivatal. Lehet, hogy ez nagyon álnaív, de hogy van ennek gyakorlati funkciója, hogy elküldenek X mennyiségű kérdést, vagy itt, ahogy mondtad, ez tényleg csak a diszkreditálásról szól. Hogyan értelmezitek ezt a vizsgálatot? Hát, hogy a gyakorlati funkció alatt azt értjük, hogy van-e valami jogi következménye, akkor hát tulajdonképpen nincs, abban az értelemben semmiképpen nem, hogy ennek a hivatalnak nincs szankcionálási jogköre. Tehát a legtöbb, amit tehet a hivatal, az, hogy beidézhet minket az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága elé. De konkrét mondjuk rendőrségi vizsgálatot, vagy akár csak napvizsgálatot, vagy ügyészségi vizsgálatot ez a hivatal nem kezdeményezhet, illetve kezdeményezhet persze, de mindenki kezdeményezhet ilyen értelemben, tehát nincs plusz jogosítványa erre vonatkozóan. Tehát ez, tehát ilyen értelemben a jogi relevanciája az azt gondolom, hogy korlátozott. Ami ennek a lényege szerintem ennek az eljárásnak az, hogy egyrészt óriási munkaterhet ró ránk, tehát a
kollégák, én magam is, meg néhány kollega még ugye ezzel foglalkozik most, és ez elvonja az energiát az egyéb projektekről, pályázatokról, tehát ami ugye a normál működésünk lenne. A másik pedig egyfajta ilyen megfélemlítés, ugye minket is nyilvánvalóan megpróbálnak megfélemlíteni, meg megpróbálják megfélemlíteni a többi szervezetet is, hogy hát ne merjenek erős állításokat tenni a kormány ilyen-olyan politikájával kapcsolatban. Tehát azt gondolom, hogy emiatt hát ez mindenképpen ugye rendkívül sajnálatos, több mint sajnálatos, mert azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen abszurd dolog, ami történik. Ez egy Európai Uniós tagállamban ilyen törvényt létrehozni, és tulajdonképpen az Európai Unió tagállamait is egyfajta ellenségnek tekinteni ezáltal a törvény által, amellett, hogy maga a törvény azt is gondoljuk, hogy alkotmányellenes, sérti a szólásszabadságot, illetve a jogorvoslathoz való jogot. Tehát ez úgy, ahogy van az egész, az abszurd, felesleges és egyébként káros a magyar demokráciára nézve, vagy a demokrácia megmaradt elemeire nézve, mert ugye a demokráciáról rég nem beszélhetünk, és egyszeres mind egyébként nagyon sokba is kerül a magyar adófizetőknek, értelmetlenül. És mondjuk ez a megfélemlítés, ez mondjuk egy oknyomozó portál esetében mennyire lehet releváns, vagy mennyire lehet hatásos? Tehát mondjuk titeket meg tudnak félemlíteni ezzel? Én azt mondanám, nem is annyira mi megfélemlítésünk, hanem mondjuk azoknak a megfélemlítése, akik erre támogatást nyújtanak, akik adományoznak. Ugye ez nem most kezdődött el, ez 10 éve kezdődött a Norvég alappal, a Norvég alap nem elérhető már Magyarországon, utána folytatódott a nyílt társadalom alapítványokkal, ők sem elérhetők már Magyarországon, tehát szerintem ennek van egy olyan célja is, hogy egy ilyen lejárató kampánnyal magukat a donorokat elűzni, és a pénzcsapokat elzárni a kritikus szervezetek felé. És ez egy személyes tapasztalat, a Magyar Hang tapasztalata, hogy volt olyan megszólaló, aki a törvény életbe lépése után nem visszavonta, az egyébként név nélkül tett nyilatkozat. Tehát, hogy ezt mennyire látjátok nagy problémának, ami mondjuk a társadalmi hatás, tehát a nem közvetlen fenyegetettség. Én ezt óriási problémának tartom, mert nekünk a költségvetésünknek körülbelül a fele az a közönségtől jön. Eszi 1%-os felajánlások, illetve kis adományok formájában, és ezek az emberek félnek. Tehát minket is megkeresnek, hogy lehet-e sárga csekken, vagy valamilyen PayPal-en anonim módszerrel küldeni, és egy-egy ilyen lépés azt üzeni, hogy utána megyünk annak, hogy kifinanszírozza az átlátszót, és senki nem érezheti magát biztonságban, aki erre adományt nyújt. Ugye, még az első kérdésben idéztem Gulyás Gergelyt, aki ugye azt mondta még tavaly novemberben, hogy ez nem a sajtó ellen irányul, ugye ezt Kocsis Máté is elmondta, sőt, most már Lánci Tamás is, aki ugye a MOSZ közleményére reagált, ugye a MOSZ a sajtószabadságot féltve adott ki közleményt az ellenetek indult vizsgálat nyomán, és ugye Lánci Tamás pedig azt mondta, hogy megismételte ugyanezt, hogy ez nem a sajtószabadságot, nem veszélyezteti a sajtószabadságot, nem a sajtóan, és egy kicsit úgy érzem ezt, mint volt a Támad a Mars című filmben, nem tudom, láttátok-e, jönnek a marslakok, és ha megafonon mondják, megafonon, hogy senkit nem bántunk, mindenkit szeretünk, és mindenkit lelőnek, és egymás után végzik ki az embereket, mondjuk ezt most csak szimbolikusan értsük ebben a helyzetben, de hogy ezt mennyire érzitek a sajtó ellen létrehozott törvénynek. Tehát, hogy célzottan, ahogy mondhatjuk is, hogy a korrupciót vizsgáló szervezetek és sajtótermékek ellen. Hát az teljesen nyilvánvaló, hogy ugye itt három csoport volt kezdettől fogva, vagy van a célkeresztben, egy a független sajtó, a független civil szervezetek, illetve az ellenzéki pártok. Tehát ezek vannak célkeresztben. Most, hogy mit beszélnek ezzel ellentéteset, azt őszintén szóval már tényleg kommentálni is olyan érdemes, mert pontosan arról van szó, amit mondtál, hogy amit mondanak, az tényleg köszönő viszonyban nincs azzal, amit csinálnak, ami hát egyébként nem csak ebben az esetben van így, hanem sok más tekintetben is. Úgyhogy hát ez, hogy mondjam, nehéz nem úgy értelmezni ezt a lépést józan ésszel, hogy ez a független szervezetek ellen megy, azon független szervezetek ellen, amelyek kritikával merik illetni a kormányt és a kormány politikáját. És az, hogy ugye itt
Nem, akkor nézzük azt, hogy mivel kerestek benneteket, és talán nem biztos, hogy evidens a válasz, hogy kell-e egyáltalán válaszolni. Mármint, hogy nektek kell-e válaszolni a szuverenitásvédelmi hatóság megkeresésére. Ugye, ahogy mondtad, hogy jogi következménye nincs, hogy ez azért egy dilemma, gondolom, hogy ez hogyan, tehát válaszoltok-e akkor erre? Ez egy dilemma, de akkor előre szaladok, tehát nem annyira előre, mert ezt már nyilvánosságra hoztuk a közleményünkben is. Mi fogunk válaszolni a levélre, de semmiképpen nem úgy, hogy a 62 kérdést 62 pontban válaszoljuk meg. A válaszainknak olyan következő elemei lesznek. Először is el fogjuk mondani azt, hogy ez miért alkotmányellenes. Egyébként már benyújtottunk a múlt héten egy alkotmányvédelmi panaszt is az Alkotmánybíróságra, hogy persze nincsenek illúzióink, hogy ez nagy valószínűség el fog vérezni az Alkotmánybíróságon. Az ellenkezője az kisebb fajta csoda lenne. Tehát először lesz egy olyan blokk, ahol hát jelezzük azt, hogy miért illegitim és alkotmányellenes ez a kérdezősködés. És hát akkor rá fogunk mutatni arra is, hogy egy csomó kérdésükre az információ az nyilvánosan elérhető a honlapunkon, tehát semmi más nem kell csinálni, rá kell menni a honlapunkra, és ugye mi teljesen transzparensen működünk értelemszerűen, tehát ami nem transzparens nálunk, az nincs. Tehát minden ott van a honlapon, az összes projektünk, az összes bevételeink, a kiadásaink, a donoraink, hosszú évekre visszamenőleg, közhasznossági jelentésünk az messze túlmutat a törvényi előírásokon, tehát minden ott van. És rá fogunk mutatni a levélre arra is, hogy van néhány olyan dolog, amit viszont kifejezetten hát jogellenesen kérdez ez a hivatal, úgy mondjam, ehhez semmi közük nincs. Tehát mondjuk például a magánjogi szerződést ez a hivatal nyilvánvalóan nem kérhet rajtunk számon. Tehát a magánjogi szerződések azok két magánjogi szereplő között meglévő szerződések, ezekhez semmi közük nincs. Nálunk is dilemmát okozott, hogy egyáltalán kell-e válaszolni, mert abszolút nem ismerjük el ennek a hivatalnak a fönhatóságát a mi működésünk fölött. Ugyanakkor fontosnak tartjuk azt, hogy ha megkeresnek minket, akkor válaszoljunk. A CÖF-nek is több ízben válaszoltunk, mondjuk sok köszönet nem volt benne, mert kiforgatták a válaszainkat, és máshogy tálalták, mint amit mondtunk, de az fontos, hogy mi is elvárjuk a állami szereplőktől, vagy bárkitől, hogyha megkeressük, akkor kérdésekkel, akkor válaszoljon, úgyhogy én úgy gondolom, hogy fogunk válaszolni, viszont hasonlóan a transzperenszihez ez olyan adatokra fog korlátozódni, amelyek egyébként is nyilvánosak, tehát az, hogy a társasági szerződés, vagy pedig az éves pénzügyi beszámolók, azok nyilvánosak. A beszámolókban, a kiegészítő mellékletben mindenütt szerepel az, hogy milyen nemzetközi donorok mennyi pénzért mit támogattak az átlátszónál, tehát ez így biztosítja azt, hogy átláthatóan működjünk. Ugyanakkor azt gondoljuk, hasonlóan az előttem szólóhoz, hogy mondjuk támogatási szerződések, bankszámlakartonok, mert egyébként ilyeneket is kérnek, tehát ilyen céges belső könyvelésből származó főkönyveket kérnek például. Erre azt fogjuk mondani, hogy hát elnézést, de ez nem nyilvános, és semmi közöttök hozzá. Hogyha ezt az átlátszó, vagy mondjuk ezt a transzparens működést megfordítjuk, hogyan látjátok a szuverenitásvédelmi hivatal működését? Hiszen ugye azt nem mondtuk el eddig, de hogy ugye a transzparenci nyújtott be vagy kértő közöttek adatigényléssel a honlapjukra vonatkozó, ugye, hiszen a hivatal úgy működött nagyon sokáig, hogy nem volt honlapjuk, amin közzétették volna azokat az adatokat, amelyeket a törvény szerint közzé kell tenni. Tehát mondjuk, hát ez már azért nagyjából belövi, hogy milyen lehet az átláthatóság az esetükben, de hogy hogyan minősítenétek a hivatal munkáját eddig? Hát körülbelül a kérdésben benne van a válasz is, hogy eléggé silánynak látjuk az átláthatóságát ennek a hivatalnak. Már amennyiben ez egyáltalán értelmezhető, mert nyilván nem az a legnagyobb baj ezzel a hivatal, hogy átlátható vagy sem, illetve hát nem átlátható nyilván, de hanem az a fő baj, hogy ugye gyakorlatilag illegitim és alkotmányellenesen működik, de valóban mi
közérdekű adat igényést nyújtottunk be, és hát jó néhány hónapba telt, amíg sikerült orvosolni azt a bonyolult problémát, hogy egy ilyen honlapja is a hivatalnak. Ugye a hivatal az persze sok milliárd forintból állt fel, és hát az ott dolgozók ugye nagyon, hát mondjuk így, hogy ilyen jó vagy magas fizetésekben részesülnek. Tehát azt gondolom, hogy hát az már önmagába visszás, hogy ez a hivatal az átláthatóságot kéri számon másokon, miközben ő saját maga ugye nem felel meg ennek a követelménynek. Adatot már mi is igényeltünk, úgyhogy lehet, hogy akkor ez lesz a közös nevező a két szervezet között. Mi arról igényeltünk adatot, hogy ugye ők megpróbáltak az ügyvédi kamarával valamiféle együttműködési szerződést aláíratni, amit az ügyvédi kamara megtagadott, és ezután arra voltunk kíváncsiak, hogy egyébként kikkel, mert hogy arra hivatkoztak, hogy már több állami szereplővel kötöttek, vagy nem állami, hanem bármilyen szereplővel ilyen együttműködési megállapodásokat, és erre voltunk kíváncsiak, hogy ugyan kivel, és ezt megtagadták, és ezért adatigényléses pert is indítottunk ellenük. Tehát lehet, hogy akkor ez a probléma. Igen, azt mondjuk, akkor a rejtély megoldódott. Mert... De akkor nézzük is azt a, mondjuk a kiváltókat, a korrupciót, amit ugye említettél is. Ugye azt több közvéleménykutatásból is kiderült, hogy még a kormánypárti szavazók egy része is elégedetlen a, mondjuk úgy, hogy a magyarországi korrupció, vagy igen, a korrupció magyarországi helyzetével, viszont a nagy különbség, hogy ők, mármint a kormánypárti szavazók, ezt egyének bűnének és nem rendszer hibának tartja. Hogyan ítélitek meg azt a, tehát ugye van a Transparency-nek a korrupció érzékelési indexe, ahol Magyarország az Európai Unió talán legrosszabb országaként végez rendre. Beszélhetünk-e rendszer szintű korrupcióról Magyarországon? Egyértelműen igen. Ugye Magyarország, ahogy említetted is, most a második éve az Európai Unió legkorruptabb tagja. Ez még önmagában nem jelenteni azt, hogy rendszer szintű korrupcióról beszélünk. A rendszer szintű korrupciónak azt nevezzük, amikor ugye a korrupció az tulajdonképpen intézményesül, és a rendszernek a részévé válik abban az értelemben, hogy például az állam nem üldözi a korrupciót, hanem aktívan közreműködik a korrupciós csatornák kiépítésében. Ezzel azt kell érteni, hogy az elmúlt években, az elmúlt évtizedben, bő egy évtizedben elképesztő mennyiségű pénz, nem túlzásra azt mondjuk, hogy 1000 milliárd forintok áramoltak az államtól magánzsebekbe illetéktelenül, tehát a jogállamiság teljes aláásásával. Tehát ez az, amit ugye rendszer szintű korrupciónak nevezünk, tehát tulajdonképpen az állami működésben a korrupció az egyfajta normává vált. Mert persze korrupció az mindenhol van, Dániában is van korrupció, meg Svédországban is van korrupció, ezek nem véletlenül mondom ezeket az országokat, mert ezek azok, amelyek az első helyek egyikén vannak minden évben a korrupció érzékelési index listáján, vagy Finnországban, vagy Új-Zélandon, ott is van természetesen korrupció, csak ott az állam ugye üldözi ezeket a korrupt cselekedeteket, és ha lejjebb megyünk a listán, akkor is többnyire olyan államokat, vagy olyan országokat találunk, ahol azért az intézményrendszer normálisan működik, és ennek ellenére persze, mert korrupció kísértés az mindenhol jelen van, sőt a korrupt cselekedetek is, de az intézményrendszer után elkezdi üldözni a korrupciót. Magyarországon ugye az történt, és mi ezt több mint 10 évvel mondjuk már, tehát nem egy új jelenségről van szó, hogy az államot foglyul ejtették. Ugye angolul ez a state capture-nek a jelensége. Ez azt jelenti, hogy egy szűk kör, tekintsük ez alatt most a politikai vagy a kormányzó elitet és a hozzá kapcsolódó oligarchákat, illetve haveri szereplőket, foglyul ejtik az államot a saját céljuk érdekében. Ugye mi a cél? Hát kettős a cél. Egyrészt a hatalom megtartása mindenáron, másrészt pedig ezeknek a kormányközeli szereplőknek a gazdagodása. Tehát ez egy relatíve szűk kör, viszont utána lecsorog ez a szűk, ennek a szűk körnek az előnye azon szereplők irányába is, akik esetleg nem a legközelebbi oligarchák, de lojálisak. Tehát tulajdonképpen egy lojalitáson alapuló gazdaság épült ki Magyarországon, a piac helyét egyre inkább átvette a lojalitás. És ezt mondjuk mennyire lehet sikerrel feltárni azt a mondjuk a leszivárgót, mert nyilván azért a szűk kör korrupcióját
Mindegy, erre majd térünk vissza, hogy ez mondjuk mennyire érdekli a társadalmat, de hogy akkor hogy lehet feltárni igen. ezt? Igen, hát én azt gondolom, hogy a szűkkör korrupciója az gyakorlatilag már legalizálva van közbeszerzéseken keresztül, tehát ott minden legális, mert úgy nyerik a közbeszerzéseket, ahogy a szabályok azt lehetővé teszik. Az más kérdés, hogy kik hozták azokat a szabályokat, és miért pont ezek a cégek maradtak talpon az egy-egy iparágban. Ugye itt még én egy szempontot hozzátennék a Józsihoz, hogy utána ez a szűkkör az, aki segít hatalmon maradni az állampártnak, tehát hogy ez egy oda-vissza játék, tehát az állampárt segít nekik szerződésekkel, és akkor ők pedig segítenek például valamiféle kampányolással, például ki tudja a Megafonnak a 100 milliói honnan jönnek, de én azt sejtem, hogy ilyen körökből jöhetnek, tehát ők ez egy kölcsönös egymásra utaltságba történik. Most, hogy ebből mit lehet föltárni? Nyilván nekünk pár dolgot sikerült, de azt gondolom, hogy még mi is csak a felszínt karistoljuk, tehát fel lehetett tárni mondjuk a luxusjachtot az Adrián, vagy fel lehetett tárni a lombkorona sétányügyét, ami ugye nem egy lombkorona sétány volt, hanem egy projekt, egy kaptafára több helyen megvalósult, tehát ez is ugye arra mutat, hogy ez valahol rendszer szintű, hogy kitalálnak egy projektet, és akkor több helyen elsütik, vagy például közbeszerzésben sikerült olyat föltárnunk, ahol még utána bírságot is kiszabtak, és valamiféle hivatalos lépéseket kellett tenni. De hát nyilván nagyjában és egészében ez már 10 év után gyakorlatilag legálisan történik, tehát maximum ilyen etikai szempontokat lehet számon kérni a szereplőkön. És azt hogy látjátok, hogy a társadalmat mennyire érinti meg az a korrupció? Mondjuk, hogyha olyan politikusok munkásságát nézzük, akik ugye feltárnak bizonyos eseteket Hatházitól kezdve, hát mondjuk nem túl hosszú a sor, de hogy vannak ilyenek, mondjuk Kovács Gergő ugye 12. keletben, hogy van-e ennek hatása? Mert nagyon gyakran úgy tűnik, mondjuk akár újságíróként is, hogy teljesen mindegy, hogy mi jelenik meg, annak nem feltétlenül lesz foganatja. Hogy ezt hogyan látjátok? Hát ugye erre vannak felmérések, tehát ugye itt az nem csak mi mérjük ezt, hanem az Euróbarométer is méri ezt, és az Euróbarométer tavalyi felmérése az tulajdonképpen azt a helyzetet tükrözi, ami hosszú évek óta jellemző volt a magyar társadalomra, nevezetesen azt, hogy a magyar társadalom túlnyomó többsége, ez a 2023-as Euróbarométer felmérés szerint a 88%-a gondolja azt, hogy a korrupció az rendkívül súlyos probléma, bocsánat, Magyarországon. Ez egy nagyon-nagyon magas arány, tehát messze magasabb, mint az uniós átlag, amelyik valahol ilyen 65-70% körül van, és hát ugye össze nem lehet hasonlítani azokkal az országokkal, mint mondjuk a skandináv országok, vagy a balti országok, ahol ez 10-20% körül van. Tehát ez az egyik része a történetnek. A másik része a történetnek az, hogy ugyanezen Euróbarométer felmérés azt mondja, hogy 57%-a magyaroknak gondolta azt, és nem véletlen fogalmazok múlt időben, nem csak azért, mert 2023-ban történt ez a felmérés, hanem másoknál fogva is, amit majd mindjárt mondok. Tehát 2023-ban a magyarok 57%-a gondolta azt, hogy a korrupciót azt tolerálni kell. Tehát, hogy tulajdonképpen a magyarok általános képe a korrupcióról az volt, hogy hát ez ugye jelen van, nem jó dolog, de itt van, és hát ha itt van, akkor már együtt kell vele élni. Tehát ez volt az általános kép, és hát ez egy nagyon, nagyon nagyfokú apátiához vezetett e tekintetben. És azt gondolom, mondjuk így, hogy talán valamilyen szintig remélem is, de remélem azért nem wishful thinkingről van szó, nem ilyen vágyvezérelt gondolkodásról, hogy ez valamilyen szintig változik. És ez azért gondolom, hogy változik, mert ezt a legfrissebb közvéleménykutatások is visszaigazolják. Tehát most múlt héten volt egy Medián felmérés, előtte pár héttel volt egy Ipsos felmérés, és azt mutatták, hogy a korrupció az a negyedik, ötödik helyről fölment így az első, második helyre, ami a magyarok probléma listáján megjelenik. Tehát tulajdonképpen most már szinte ezt tartják a legfontosabb problémának. Tehát azt gondolom, hogy most esett le sokaknál az, hogy mennyire súlyos károkat okoz a korrupció. Ugye ezzel párhuzamosan azért érdemes behozni azt is, hogy a gazdasági teljesítmény,
és hát most már ugye azt látjuk, hogy gyakorlatilag jövedelmeket tekintve Magyarország az Európai Unió legszegényebb tagállama lett, és GDP tekintve is csak icipicit jobb a helyzet, tehát kifejezetten rossz állapotban van a gazdaság, és ezt most már az állampolgárok is érzik a saját bőrükön. Ez lehet az egyik oka annak, hogy változott a percepció, vagy változóban van, inkább így mondom óvatosan. A másik oka pedig talán az lehet, hogy ugye megjelent egy olyan új politikai szereplő, Magyar Péter, illetve a Tisza révén, amely ugye ezt tűzi ki elsődlegesen az zászlajára, hogy a korrupciót mérsékelni kell, és ezzel még jobban exponálják ezt a témát. És újságíróként, illetve hát oknyomozó portálként ez a... Nyilván az olvasottság, a kattintásszám az nem elhanyagolható, hogy ez alapján milyen kép bontakozik előttetek a korrupcióra adott társadalmi vagy olvasói válaszokból. Tehát, hogy van akkor mondjuk érzékelitek ezt a folyamatot, hogy esetleg elmozdult ez az apátia felől valamennyi? Hát általában választások előtt amúgy is érzékeljük, hogy van egy növekvő érdeklődés, és olyankor előkerülnek olyan ügyek is, amik esetleg korábban nem váltottak ki visszhangot, tehát minden választás előtt van egy ilyen felpezsdülés, ezt nyilván most is éreztük, azt is észleltük, hogy a Tisza párt az gyakorlatilag fölmondja ugyanazokat a dolgokat, amit elmúlt 10 évben a antikorrupciós szervezetek írtak, mondtak, amitről az Átlátszó írt, csak sikeresebben teszi, jobban el tudja juttatni ezt az üzenetet másokhoz. És azt is érzékeltük, hogy ilyenkor megnövekszik az a fajta aktivitás, hogy nekünk küldenek cikkötleteket, sztori ötleteket, hogy itt még ez volt, ott még az volt, járjatok utána, írjátok meg. Tehát ez most abszolút érződött, de ez gyakorlatilag minden választás előtt így működik. A Magyar Péter jelenségre rá akartam mindenképpen kérdezni, ez egyik kérdésemre már megadtad a választ. Viszont ugye ott volt egy érdekes szál, ennek ugye a nyilvánosságra hozta azt a hangfelvételt, amilyen volt felesége Varga Judit, egykori igazságügyi miniszter, beszélt arról, hogy belenyúltak ügyészségi iratokba ugye a Charles Wöllner ügy kapcsán, és annak hát legalábbis az én értelmezésem egy elég furcsa végkifejlete, ha ez egyáltalán végkifejlete lett, mert hogy aztán így szépen lassan elült. Az ügyügye Rogán Antal adott egy interjút a 444-nek, amire elmondta, hogy hát képtelenség belenyúlni az iratokba, és akkor ezzel a részükről le is volt zárva, hogy ez az ügy, akár mondjuk a nyilvánosságra hozott hangfelvétel, akár amit Magyar Péter egyéb, például a Diákhitel Központ túlárazott szerződéseiről mondott, ezek mennyire üthetik át az érdektelenség falát, eddig tapasztalt vagy látott falát? Abban az értelemben szerintem átüthetik, hogy vagy inkább úgy mondom, hogy bizonyos körökben átüthetik, mert más körökben ez már átütődött, hogy úgy mondjam. Tehát ugye a kormánykritikus közvélemény az már régóta ezeket a kérdéseket evidenciának kezeli. Tehát, hogy túlárazások vannak, megint fontos ugye itt a rendszer szintű túlárazás, tehát nem egy-egy projekt esetében, hanem rendszer szinten árazzák túl a projekteket, ez igaz a közbeszerzési rendszere, igaz az uniós forrás elosztása is, igaz ezekre a tenderekre is, ugye, amiket Magyar Péter mondott be, ugye az is a közbeszerzéshez tartozik. Tehát ugyanaz, amit az NGO-nál mondott a Magyar Péter, ugyanaz megfigyelhető például az informatikai beszerzések terén is. De ezek tulajdonképpen hát a kormánykritikus közönség számára, pláne az ezzel foglalkozó kormánykritikus közönség számára, ez tulajdonképpen nyílt titok volt, mint ahogy az is, hogy az ügyészséget azt a kormány gyakorlatilag kézi vezérli. Ami újdonság itt az az, hogy talán Magyar Péter kiállása vagy leleplezése az felnyithatja a szemét néhány kormánypárti szavazónak is, és olyanok, akik esetleg nekünk vagy a többi a tényfeltáró médiumnak vagy civil szervezetnek nem hittek, azok neki esetleg hisznek, mondván, hogy ő ott volt. Tehát ugye ez egy ilyen paradox
helyzet, hogy miközben hát nyilvánvaló, hogy ő ugye haszonélvezője volt a rendszernek elég sokáig, aközben neki valószínűleg jobban hisznek, mert hiszen ő kvázi mint résztvevő megfigyelő mondja ezeket a, vagy tárja fel ezeket a dolgokat, és hát hogy a több ilyen feltárás lesz, vagy több ilyen leleplezés lesz, akkor, vagy minél több ilyen lesz, azt gondolom, hogy annál inkább oldódhat majd ez az apátia, hangsúlyozom még egyszer, alapvetően a kormány közeli közvélemény szemében. És mondjuk ez mennyire lehet sikeres, mennyire lehet erre építeni, mondjuk a 2026-ig, a következő választásig, nyilván fel kell építeni egy pártot Magyar Péternek, hogy a korrupció az egy termékeny táptalaj lehet, amin kivirágozhat a Tisza, hát ez egy borzasztó szóképp, de tehát tudom, hogy a Tisza virág. Igen, hát a Tisza virág, de mondjuk, jó igen, de már bele sem menjünk, mert az meg már megint. A Tisza párti követőtől, szóval, hogy a korrupció, mint téma elegendő lehet-e arra, hogy akkor egyben tartsa, vagy akár növelje is a táborát. Tudom, hogy ez nagyon hipotetikus, de hogy így az eddigi tapasztalataitok alapján mit gondoltok? Hát én nem vagyok politológus, nem szeretnék jósolni, viszont sok olyan pártot láttam már, akik a zászlajukra tűzték a korrupciót, lelepleztek egy-két ügyet, mondjuk jól ütemezve a választások előtt, és utána annak a farvizén jó eredményt értek el. Ez a baj, ez a politikai pártoknál, ez pontosan addig szokott tartani, ameddig a választás le nem zajlik, és utána már kevésbé fontos. Tisztelet a kivételnek, azért egy-két párt vagy politikus főleg van, aki ezt egész ciklusban napirenden tartja. Én azt gondolom, hogy ebből a tekintetben nincs változás, tehát a korrupció az mondjuk úgy, hogy szükséges, de semmiképpen sem elégséges feltétele annak, hogy mondjuk egy ellenzéki párt érdemben áttörjön, persze mégis, ha így veszük a Tisza párt, már áttört, de mondjuk, hogy hatalomra kerüljön. Pláne egy ilyen rendszerben, vagy egy ilyen rendszerrel szemben. Tehát én azt gondolom, hogy biztos, de ez igaz volt korábban is, tehát ezt nyilván napirenden kell tartani. Itt inkább az a kérdés, hogy kinek hisznek jobban. Most úgy tűnik, hogy a Tisza pártnak jobban hisznek az emberek, mint a korábbi ellenzéki szereplőknek. Nyilván van napirenden kell tartani, de az is biztos, hogy ez önmagában nem lesz elég. Tehát ebben egészen biztos vagyok. Tehát nyilvánvalóan kell egy olyan társadalmi-gazdasági víziót felvázolnia bármelyik ellenzéki pártnak, amelyik hatalomra akar kerülni, amelyik túlmutat azon, hogy hát egyébként a korrupciót fel kell számolni, és hát egy ilyen tolerálható szintre kell csökkenteni. Hát ez nagyon fontos, de önmagában biztos nem elég ahhoz, hogy egy párt hatalomra kerüljön. És most még kicsit visszatérve a társadalmi hatásokra, azt mondtad ezt a statisztikát, hogy mennyien gondolják nagy problémának, súlyos problémának a korrupciót, és mennyien érzik úgy, hogy de akkor ez azért így maradhat. Igen. Hogy mennyire fásult bele ebbe a magyar társadalom? Ezt azért is kérdezem, hogy a Transparency elég sok, akár önkormányzatokkal, akár egyéb szervezetekkel együttműködve sok olyan társadalmi, hát a felvilágosító talán nem a legjobb szó, de olyan workshopokat tart, amely bevonja akár a döntésekbe, akár a demokratikus működésbe a közösségeket, hogy mennyire vált fásultá a magyar társadalom szerintetek ebből a szempontból, nem csak a korrupcióra, de mondjuk a demokrácia leépítése elleni védekezés szempontjából is? Hát én azt gondolom, hogy minden szempontból fásultá vált a magyar társadalom, tehát a magyar társadalom nagyon rossz állapotban van, ezt azt gondolom, hogy nem én mondom ki elsőként, és tényleg fásult, és tulajdonképpen ezek a demokrácia, jogállamiság problémák, ezek vagy sokáig vagy nem érdekelték az embereket, vagy tényleg ugye hát a korrupcióval kapcsolatban mi említettük ezt a korrupcióvakságot, ami hát tulajdonképpen az egy valami olyasmi, hogy hát ugye minél több botrány van, az annál inkább csömört szült, és nem pedig egyfajta felháborodás. Tehát tőlem ugye nyugati újságírók meg politikusok sokszor kérdezik azt, hogy hát de hát miért nem történt valami, tehát miért nem mentek sok százezeren az utcára. És hát ugye ezt nem olyan könnyű megválaszolni, illetve hát nyilván megvannak ennek is az okai ennek az apátiának, de hogy nyugaton ez teljesen máshogy történik általában, tehát a tizedekkora botrányokra is
tömegek mozdulnak meg. Tehát ilyen, ebben az értelemben szerintem a magyar választónak a politikai tudatossága, a korrupcióval szembeni ellenálló képessége, általában véve a demokrácia iránti affinitása, az azt gondolom, hogy nagyon-nagyon rossz állapotban volt, van. Azért vagyok bizonytalan az igen időben, mert ugyanúgy, ahogy már említettük az előbb, hogy a korrupció tekintetében is azt gondolom, hogy valami talán megmozdult, és tényleg nagyon óvatosan fogalmazok. Azt gondolom, hogy ez a politikai újra konfigurálása, ami most történik, és a politikai térnek valamilyen szinti újraszabása, ez azért valamilyen szinti aktivitást vált ki az emberekbe. Hogy milyen szintig pontosan, és pláne, hogy milyen mélységben, ez majd az elkövetkező hetek, hónapok kérdése lesz, ezt elég nehezen lehet megjósolni, de talán ebben valamiféle erőlépés lesz, de nagyon-nagyon alacsony szintről indulunk. Én úgy látom, hogy részben így van, hogy a nagy politikával szemben teljesen fásultá váltak, és sem egyik kutya, másik ebb, teljesen mindegy hangulat van, ugyanakkor, mint a helyi szinten azért már tudatosabbak lennének az emberek, tehát az önkormányzatokban, a társasházakban, stb. Tehát mi például üzemeltetünk egy ilyen adatigénylő rendszert, ahol bárki beadhat közérdekű adatigénylést jogilag szabatos formában e-mailen keresztül, és az gyakorlatilag a kérdések, a válaszok is nyilvánosak lesznek. És ott arra például van érdeklődés, azt látjuk, hogy önkormányzatokat kérdeznek arról, hogy mennyibe került a buszmegálló. Tehát mindenki a helyi szinten ott, ahol érti, hogy működnek a dolgok, ott azért megpróbál valamiféle civil, közösségi watchdog tevékenységet kifejteni, és azt gondolom, hogy ebben talán pozitív változást látunk az elmúlt 10 évben, annak ellenére, hogy valóban a nagy politikát azt így elengedték. Hogy... Igen, hát ugye, hogyha nincsenek meg a szabadság nagy körei, akkor a szabadság kis köreit próbálják meg az emberek megteremteni, és e tekintetben valóban vannak jó tapasztalataink nekünk is. Most a választás után már sokadszor az elmúlt másfél évtizedben előkerült, hogy vajon lesz-e konszolidáció. Nyilván a Tisza párt 30% közeli eredménye azért ébresztőt fújhatott a Fidesznek. És hát láttunk erre jeleket, hogy Orbán Viktor például szóba állt a Telexel, Rogán Antal interjút adott a 444-nek, ami azért hónapokkal ezelőtt is talán elképzelhetetlennek tűnt, hogy nyilván ezek gesztusok, mondjuk a gazdasági vagy akár mondjuk a korrupciót érintő területen láttok-e esélyt erre? Ugye elindult az integritás hatóság, de hát azért látjuk, hogy megvannak a korlátai. Mit gondoltok, hogy ezeket a egyébként látványos gesztusokat követhetik-e érdemi lépések mondjuk a korrupció területén az állam részéről? Hát ugye erre nagyon egyszerű lenne nem visszavágni azzal, hogy ha ilyen típusú szándék lenne, akkor valószínűleg nem vontak volna minket most eljárás alá. Tehát azt gondolom, hogy ez azért sok mindent elárul arról, hogy mik a hatalom szándékai. Hát én megmondom őszintén, ettől függetlenül is, tehát most tegyük félre a mi ügyünket egy pillanatra, ettől függetlenül is őszintén szóval eléggé szkeptikus vagyok e tekintetben, mármint az úgynevezett konszolidáció tekintetében. Tehát hogyha mondjuk megnézzük azt a 27 szupermérföldkövet, amelyet a magyar kormánynak teljesítenie kellene ahhoz, hogy az a laza 20 milliárd eurót leívhassa, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy azért még a 10 milliárd sem tekinthető készpénznek, mert ugye utófinanszírozásról van szó, és bármikor leállíthatják azt a 10 milliárdot is, ugye 5 párti európai parlamenti határozat van, nem a 20 milliárdról, hanem a 10 milliárdról, hogy a 10 milliárdból se kapjon Magyarország semmit. Tehát a szélső baltól a középjobbig, a néppártig mindenki aláírta az európai parlamentbe azt a határozatot, hogy még a 10 milliárd se jöjjön. Tehát, hogy visszatérve a szupermérföldkövekre, hogyha megnézzük azt, hogy azok hogyan teljesülnek, vagy hogyan nem teljesülnek, akkor abban nem látszik az átütő szándék, hogy itt a valós intenció az lenne,
hogy a korrupciót csökkentsék és a jogállamiságot helyreállítsák. Sokkal inkább arról van szó, hogy egyfajta manőverezésbe kezdett a kormány, tehát egyfelől valamilyen szintig persze megpróbál megfelelni ezeknek a követelményeknek, mert kell a pénz, nem azért, mert a korrupciót akarják csökkenteni, hanem mert kell a pénz. Másik oldalról viszont minél inkább rendszer szintű egy változás, annál kevésbé akarják ezt végrehajtani, hiszen a nap végén azért az mégiscsak az ő hatalmuk veszélyeztetéséhez vezet, és azt pedig semmiképpen nem akarják meglépni. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy a hatalmuk veszélyeztetve legyen, vagy pedig megfeleljenek teljes mértékben az Európai Uniós feltételeknek, akkor biztos, hogy mindig azt fogják választani, hogy a hatalmuk ne legyen veszélyeztetve, még azon az áron is, hogyha esetleg minimális vagy szinte semmilyen Európai Uniós forrást nem kapunk. Tehát szerintem ez elég jól mutatja, és ha van rá idő, akkor belemehetünk a részletekbe is, közbeszerzési rendszer működésébe például. Ott is elég jól látszik az, hogy tulajdonképpen szinte látszatintézkedések történnek. Tehát mondjuk az egyajátos közbeszerzések aránya az az uniós finanszírozású beszerzések esetében valóban csökkent, a hazai beszerzések esetében viszont stagnál. Sőt, hogyha a hazai beszerzésüket nézzük, az uniós értékhatár felettieket, tehát a legnagyobbakat, ott nemhogy nem nőtt, hanem nemhogy nem csökkent, hanem még nőtt is. Méghozzá majdnem a duplájára nőtt. Mert hogy ilyen szupermérföldkő nincs. Ugye? Tehát csak azokat csökkentik, akár azonnal, akár valamilyen időtávon, ahol van szupermérföldkő. Más szóval, ugye tulajdonképpen egy ilyen, hát csúnya szóval jogászkodás zajlik, tehát megpróbálják a lehető legminimálisabb dolgot teljesíteni, ami papíron úgy tűnik, hogy teljesült, az a gyakorlatban mégiscsak azt mutatja, hogy a rendszer egésze az nem változik ezektől az intézkedésektől. Hát csak csatlakozni tudok, tehát ugye már nem tudom hány választás óta mindig azt várjuk, hogy majd akkor, hogyha lement a választás és győzött a Fidesz, akkor utána konszolidálni fog, egyszer sem történt meg, szerintem most sem fog megtörténni, most is a választás után vettek elő minket, ez engem emlékeztet egyébként a 14-es helyzetben, ugye a választás után kezdődött a norvég alap hadművelet, aminek az lett az eredménye egyébként, hogy az ország az egész alapról lemondott csak azért, hogy annak a kevés százalékát, azt hiszem 10%-át ne kelljen ilyen kritikus, kekeckedő civil szervezetek között független módon kiosztani. Tehát én azt gondolom, hogy körülbelül erre számíthatunk az uniós forrásokkal is. Tehát, hogyha ilyen feltételekhez kötik, akkor inkább azt is, tehát ilyen gentry módra el fogják engedni, hogy ilyen feltételekkel nekünk nem kell az sem, mert hiszen nem az ő bőrükre megy, mert ők már összeszedték, tehát itt a jelentős szereplők azért összeszedték már a nagy vagyonokat, ugye az átlátszón az egyik legnépszerűbb tartalomtípus az, mikor ilyen szép villákat, hajókat, luxusautókat mutatunk a közönségnek, amik mind vélelmezhetően ezekből a forrásokból származnak, tehát hogy mire költik ezt a töménytelen pénzt, tehát ezeknek az embereknek már nem fog fájni, hogyha az ország még szegényebb lesz, mert nem jut hozzá azokhoz az uniós forrásokhoz, amihez egyébként hozzájutott volna, hogyha betartják a játékszabályokat. Ha szabad, ez még egy dolgot hozzátennem. Konszolidálni ők szerintem más módon akartak egyébként volna. Azt gondolom, hogy volna, most már ez oda tehető. Tehát nem úgy akartak volna konszolidálni, csökkentik a korrupciót, és helyreállítják a jogállamiságot, amit mondjuk mi értünk konszolidáció alatt. Úgy akartak volna konszolidálni, és ez majdnem sikerült, vagy hát mondjuk valamilyen szintig persze sikerült is, hogy apátiába nyomják a társadalomnak egy jelentős részét. Tehát tulajdonképpen az lett volna a konszolidáció, és bizonyos értelemben ezért tudott kiépülni ilyen mélységében a rendszer,
az lett volna a konszolidáció, hogy ugye vannak a rendszernek ugye a haszonélvezői, és a többiek azok meg tulajdonképpen lemondanak arról, hogy bármikor is változzon. Tehát én azt gondolom, hogy ez volt a kormányzati szándék, és ez bizonyos értelemben egyébként, nem abban az értelemben, hogy kérdezted, de bizonyos értelemben egyébként tekinthető volt, vagy lett volna konszolidációnak, a rendszer szempontjából természetesen. Nyilván nem egy jó értelembe vett konszolidáció, ez szembe megy egyébként nyilvánvalóan a magyar érdekekkel, és azzal, ami mondjuk Magyarországnak, mint országnak az érdeke lett volna. De pont ez jó is, hogy említetted ezt a Magyarország érdekét, mert ugye arra mindenképpen rá akartam kérdezni, hogy ha a szuverenitás védelmet, mint fogalmat vizsgáljuk, akkor azért van itt némi ellentmondás, ha mondjuk az átlátszó által is többször feltárt akkugyáras, akkumulátorgyáras, hát jogszabálymódosításokra, félrenézésekre, egyebekre gondolunk. Ugye a megállíthatatlanul növekvő Gödi Samsung gyár esete például, ahol nem feltétlenül az látszik, hogy a mondjuk a magyar emberek, a Gödi emberek érdekeit tartaná szem előtt a kormány, vagy akár mondjuk a szintén megállíthatatlanul szaporodó kínai autógyárak ügyében, hogy ezt hogyan látjátok, hogy itt azért nyilván az arról azért már a társadalom tanúbizonyságot, tehát hogy bármilyen önellentmondás képes feloldani, vagy mondjuk szemet hújni fölötte, de hogy ez a szuverenitás védelemnek ez a kettősége, hogy egyrészt ugye, ilyen szervezeteket és újságokat vegzálnak, mint amilyenek ti is vagytok, mindeközben a kínai tőke úgy érkezik, és nyilván az nem a mi érdekünkben érkezik, hanem a kínai állam kommunista párt érdekében, hogy ezt a kettőt hogyan lehet összehangolni, és lesz-e, tudom, hogy ez megint nagyon hipotetikus, de lehet egy olyan pont, amikor ez már így sokaknak túl sok lesz, hogy túl sok lesz az ellentmondásból. Akkor mondom én, hogy én azt gondolom, hogy az ellentmondás az folyamatosan nyilvánvalóan van, meg hát ugye a nagyobbik baj az szerintem, hogy nem, tehát a szavak nem azt jelentik, amit valójában jelenteniük kellene. Tehát ugye ez az egész szuverenitásvédelmi csomag, ez tulajdonképpen félremegy, ugye. Tehát nyilvánvalóan ez egy megfélemlítési eszköz, alapvetően a kormány nem az ország szuverenitását védi, hanem a kormány szuverenitását védi. Inkább, vagy hogy mondjam, tehát magát... A szuverén szuverenitását, és ugye ki a szuverén a... Hát pontosan. Pontosan. De hát persze mi a, hogy mondjam, tehát ebben az értelemben a kormány szuverenitását sem támadjuk, mi csak kritikusak vagyunk a kormányon szemben. Azt gondoljuk, hogy jó okkal, és hát, hogy is mondjam, empirikusan megalapozott állításokkal. Amikre te utaltál a kérdésben, azok persze teljesen jogosak, tehát nyilván itt ugye a kínai tőke befolyása, nem a kínai tőkével jövő kínai rendőrök, hogy egy ilyen teljesen abszurd példát említsünk még, vagy a külügyminisztérium elleni orosz hacker támadás, hát ezek lennének a magyar szuverenitás igazi veszélyeztetői. Tehát ha már van egy ilyen hivatal, bár azt gondolom, hogy ezt egyébként a meglévő állami szerveknek is kellene tudni kezelniük, a titkosszolgálatoktól kezdve a külügyminisztériumig, meg a belügyminisztériumig, tehát a meglévő, de ha már van egy ilyen hivatal, akkor ezzel kellene foglalkozni, és nem pedig azzal, hogy egyébként az országon belül néhányan nem értenek egyet, vagy akár sokan is nem értenek egyet a kormány bizonyos politikáival. Ez semmilyen módon nem egy szuverenitásvédelmi kérdés. Tehát tulajdonképpen ennek az egész csomagnak bármelyik elemét, hogyha nézzük, akkor mindenhol teljes abszurdumba ütközünk. Tehát mondjuk az, hogy mi a választói akaratot befolyásoljuk, úgy, ahogy azt ők gondolják, ugye ez az egyik vád ellenünk. Hát ez ugye nyilvánvalóan nem igaz, hát mi nem vagyunk politikai párt, nem vagyunk jelölőszervezet, nem törünk hatalomra, teljesen világos, hogy nem, ebben az értelemben nem befolyásoljuk a választói akaratot. Persze köznapi értelemben mindenki, aki bejön ebbe a stúdióba, vagy elmegy bármelyik tévéműsorba, rádióműsorba, vagy akár csak lemegy a sarki kocsmába, és elmondja a véleményét, persze mindenki befolyásolja valamilyen módon a közbeszédet. Tehát ez is például egy olyan dolog, ami,
ami teljes mértékben abszurd, ugye a külföldi finanszírozás vágya, ez is teljesen abszurd. Ugye Magyarország tagja az Európai Uniónak, az Európai Unió egyik alapelve a tőke szabad áramlása, a mi szervezeteink túlnyomó részben Európai Uniós donoroktól kapják a támogatásokat, ráadásul ezek nagyobb része projekt alapú, ráadásul ezek egy része Európai Uniós forrás, Magyarország tagja az Európai Uniónak. Tehát úgy, ahogy van, tehát nincs a történetnek egyetlen egy olyan eleme, ami mondjuk, nem tudom, ne kívánkozna egy abszurd drámákat író valakinek a tollára. Tehát egész egyszerűen úgy, ahogy van az egész, az egy gyakorlatilag egy komplett nonsens. Hát még a Józsi által említett kínai beruházások mellé, meg koreai beruházások mellé oda lehetne tenni még ugye a Paks 2-t, vagy az orosz gáz és olajfüggőséget, tehát ezek valóban súlyos korlátai a magyar szuverenitásnak, ugye amennyiben kiszolgáltatottá válik az ország egy másik országnak a komplett energetikai szektorban. Ezt talán nem tartják annyira fontosnak vagy vizsgálandónak, ehelyett tényleg apró pénzeket, pár 100 millió forintot vizsgálnak, amit ilyen kritikus szervezeteknél költenek el nyugati donor szervezetek. Tehát ez tényleg a putyini recept, ahogy mondani szokás, mert ez ugye nem itt történik először, ez Oroszországban kicsit hasonlóan zajlott le, és ott is ezzel a külföldi ügynök, külföldi finanszírozás vonalon szorítottak ki mindenkit, csuktak be mindenkit, aki kritizálta a rezsimet. És ha már ugye említettük korábban a legalizált korrupciót, akkor tulajdonképpen ami most ellenünk folyik, ez a legalizált vegzálás esete, mert hogy nem lehet ellene jogorvoslattal élni. Tehát ugye ilyen sincs azért normál demokráciában, hogy létrehoznak egy törvényt, annak nyomán föláll egy hivatal, az elkezd egy vizsgálatot, és nincs legitim módja annak, hogy ezt a vizsgálatot, ezt a rendes bíróságokon megtámadjuk. Tehát, hogy ez tényleg megint egy olyan eleme ennek a történetnek, ami hát nem összeegyeztethető a demokratikus normákkal, és akkor valószínűleg finoman fogalmaztam. És egyébként tök mindegy, hogy mit válaszolunk, a végén fog születni valamiféle jelentés, ami leszögezi, hogy mindenféle külföldi bérencek és árulók és ürgebőrbe bújt, nem tudom, soros ügynökök vagyunk, és ezt a magyar állam hitelesíti, egy magyar állami hivatal hitelesíti ezt a fajta lejárató propagandát. Úgy a utolsó kérdésként, nem akarom az ördögöt a falra festeni, de ugye szóba került a norvég alap, és láttuk, hogyha valami elindul a NER-ben, a kormány érdekei szerint elindul valami, akkor azt gőzhengerként végig is viszi. Mire számítotok ezek után, akár a titeket a továbbiakban, a közeljövőben érő megzállások, akár a rendszer szintű, tehát mondjuk a szuverenitásvédelmi hivatal rendszer szintű működését tekintve, mi lehet ennek a végkimenetele? Én ezt nagyon nehezen tudom megjósolni, tehát őszintén szóval nem tudom. Tehát ugye maga az egész hivatal, ahogy már sokszor elmondtuk, ugye nem legitim és alkotmányellenesen működik. Egy végkimenetelben gyakorlatilag biztos vagyok az, hogy az Európai Unió kötelezettségszegési eljárása, pontosabban a bizottság által indított kötelezettségszegési eljárás, az előbb-utóbb, reményeink szerint inkább előbb célt fog érni, és ha azt a magyar kormány megtámadja, valószínűleg megfogja, akkor az Európai Bíróság végeredményben ki fogja mondani azt, hogy ezt a törvényt hatályon kívül kell helyezni. És miután az Európai Uniós jog egy Európai Uniós tagállam esetében minden alkalommal felülírja a nemzeti jogot, ezt kénytelen kelletlen végre kell majd hajtani a kormánynak. Tehát ebben őszintén szóval eléggé biztos vagyok, hogy ez meg fog történni, hogy ez most fél év múlva történik, meg egy év múlva, vagy három év múlva, ezt nagyon, nagyon nehéz megmondani, hogy addig még egész pontosan mi lesz, és mely szervezeteket vonnak még be ebbe a vizsgálatba, és egyáltalán ez a legalizált vegzálás, ez milyen méreteket ölt majd. Erre vonatkozóan őszintén szóval nem nagyon szeretnék, de nem is nagyon tudok jósolni.
Hát én azt gondolom, hogy ugye itt most történt egy szintlépés, hogy amit korábban az állt civil szervezetek meg a kormányzati propaganda média feladata volt, hogy a kritikus, független újságokat, civil szervezeteket vegzálja, azt most már egy állami hivatal végzi, akkor innen már nincsen nagyon messze az, hogy esetleg más állami hivatalok is bekapcsolódhatnának ebbe az áldásos tevékenységbe, tehát azért szerintem nem volna, vagy nem precedens nélküli Magyarországon, hogyha mondjuk mi szembeszegülünk a szuverenitásvédelmi hivatalnak, aminek nincs joga házkutatást tartani, akkor esetleg, hogy mondjam, képbe fogunk kerülni egy olyan állami szervezetnél, amelyiknek viszont van. Tehát azt gondolom, hogy innentől már a vegzálás az bármilyen formát ölthet, és hát bármire is fel kell készülni. Értem, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Hát legyen inkább a bíróságügy, az európai bíróságügy, és ne a házkutatás, úgyhogy bízunk a legjobbakba, bár a NER-ben ez azért kicsit nehéz, de nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, és ahogy azt megszokhatták, kérjük támogassák a Magyar Hangot, hiszen elsősorban önöknek köszönhetően tudunk működni. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, és kövessenek bennünket a Facebookon. Köszönjük szépen!